itt pedig ugye a szakértelmeket tudjuk elkölteni. Na most van nekünk 130 darab pontunk. Hogy mi az, ami nem kell nekünk, azt mindjárt nektek megmondom, a végjátásom során az ölést, azt semmilyen úton módon nem fogjuk kimaxolni, sőt, gyakorlatilag egyetlen egy pontot nem fogok az ölésre rakni. Ezt, gyakorlatilag ezt az ötöt mind ki fogjuk maxolni, úgy ahogy van, illetve a ragadozót is ki fogjuk majd maxolni, viszont a ragadozó az csak akkor fog megnyílni, hogyha kellő szakértelempontot elköltöttünk már bizonyos dolgokra. Nos, kérlek szépen benneteket, ami első és fontos nekünk, az ugye lopakodás, mozgékonyság, klónozás, a borostyánlátás, illetve a felszerelésünk annyira nem fontos, ezeket fogom én szerintem a végére hagyni. Na de hogy lássuk, hogy miről is van szó. A lopakodáson belül van egy olyan, hogy hatodik érzéknek köszönhetően egy hang figyelmeztetni fog téged, ha egy ellenfél közeledben lesz, vagy ha egy íjász megcíloz téged. A fény nyomában, amikor láthatatlan vagy, mindegy, hogy futsz vagy sétálsz, lépteid hangtalanok lesznek. Amikor kilépsz a láthatatlanságból, gyors gyógyulás szakértelem lehetővé teszi, hogy láthatatlansághoz használt borostyán felét visszanyerd. Illetve a láthatatlanság mestere, az borostyán pótlása nélkül is végtelen ideig láthatatlan tudsz maradni, amikor nem mozogsz. Tehát, hogyha egy helyben maradunk láthatatlanság alatt, akkor nem fogy el a pontunk, és gyakorlatilag ott a lenti csúszka, ami ugye az időt mutatja, hogy mennyi van hátra láthatatlanságból, az nem múlik. Hogyha nem mozgunk. Na, gyakorlatilag ezek fontosak. A klónozással kapcsolatban pedig ugye annyi, hogy amikor klónod néhány pillanat erejéig fel tudja tartani az ellenséget, így egérutat nyerhetsz, vagy egyszerűbben megölheted. Hát ez gyakorlatilag fölösleges, de sajnos muszáj lesz ugye kitanulnom. A lecsapó meg tud parancsolni a klónnak, hogy ráncsa be az első közelébe kerülő ellenséget egy ládába vagy szekrénybe. Ez is tök fölösleges, mert is gyakorlatilag megöli az ellenfeleket. Kiváló fősbomba. A klónnal előidézett füstbomba immáron kétszer olyan széles hatókörű. Gyakorlatilag ez is annyira fölösleges. A láthatatlan klón az, ami igazából nekem fontos. Amikor irányíthatsz egy klónt, láthatatlannál tudod tenni. Nem kerül borostyánba, de csak egy alkalommal teheted meg. Gyakorlatilag ez az első három az, ami tökre fölösleges nekem, mert ez mind, igazából az első kettő az öléssel kapcsolatos, ez gyakorlatilag egy kicsit a figyelemeltereléssel, de ez az, ami amúgy lényeges. De a klónt is gyakorlatilag az utolsókba fogom kimaxolni. Úgyhogy gyakorlatilag a mozgékonyság és a lopakodás fogjuk elsősorban kimaxolni úgy, ahogy van. Ugye a halk földet érés az azért jó, mert kevésbé leszel halt, amikor leugrok valahonnan, szóval gyakorlatilag nem kell néznem azokat, hogy hol van szőnyeg, vagy hol nincsen, mert halkabban fog puffanni a földön. Hatékonyabban tudok kitérni az ellenségeim támadás elől, ez igazából ugye harcra az van kötve, de muszáj lesz majd megvásárolnom azért, hogy tovább tudjunk majd lépni. Ha párbajra kerül sor, pontosabb lesz az időzítés és sikeresebb a védekezés, és kétszer olyan távolra tudsz dobni, mint eddig. Most gyakorlatilag ez, meg ez az, ami fontos nekem, az, hogy kétszer távolabbra tudjak dobni. Nem azért, hogy ellenségeket tudjak elintézni, hanem azért, mert ez a késdobásra, illetve a homokdobásomnak ugye a távolságát is megnöveli. Ugye a homokdobás az azért jó, mert a fáklyákat sokkal messzebbről ki tudom iktatni, illetve a dobók is az azért, hogy esetleg csillárt akarnék leszedni, akkor messzebbről meg tudom csinálni. Na de a lényeg, hogy lopakodásra fogunk akkor szépen pakolni elsősorban. Most, hogy a hatodik érzéken megvan, így egy hang fog akkor ugye figyelmeztetni, hogyha valaki közeledik felém. A léptém azok hangtalanabbak lesznek, illetve mikor kilépek a gyár láthatatlanságból, akkor a gyors gyógyulás szakértelem lehetővé teszi, hogy láthatatlansághoz használt borostyánnak a felét az visszanyerjen. Fantasztikus. Gyakorlatilag igen, a láthatatlanságnak, ha így nézzük, akkor a láthatatlanság az olcsóbb lett ezáltal. És akkor majd láthatatlanság mesterét is majd megvásároljuk. Hát majd a felszerelés is fontos, mert ugye a gyógyításmester az azért jó, mert egyel több fiolát vihetek magammal, ez azért, mert egyel több savat vihetek magammal, ez azért, mert egyel több dobok is tarthatok magammal, ez pedig azért, mert egyel több borostyános fiolát vihetek magammal. Úgyhogy ez a felszerelés meg azért jó. Na, most, hogy elköltöttük az összes pontunkat, és gyakorlatilag szétbeszéltem önmagamat, tök fölöslegesen, vagy hát igazából annyira nem fölöslegesen,
Mondtam én nektek, hogy az első pár rész az ilyen szájbarágós lesz. Jaj! Gratulálok magamnak! Sikeresen leestem. Na jó. Egy. És nem történt semmi. Na, föl vagyunk töltve, igen. Ezzel is föl vagyunk töltve, és akkor szépen haladjunk tovább. Jó, nem megyünk arra. Ezt még egyszer nem játsszuk el. Hanem elindítjuk akkor a második fejezetünket. És akkor megkeressük a tervrajzokat. Úgyhogy akkor hajrá! Szeretnéd elhagyni? Igen. És elindítani a küldetést. Well, according to Ozcan, the transport office is at the center of the embassy. Distinguished diplomats, you will have a surprise invitee at the negotiating table. Jó, automentésünk megvolt. Nem. Dob. Na, akkor nézzük csak, hogy hol is vagyunk. Ez az Akenas Atriuma. 1/4. Most, hogy felszerelkeztél neki... Neki láthatsz terved végrehajtásához. Ahhoz, hogy a szívhez vezető úton keresztül juss, meg kell szerezned Atrium terveit. A vén kecske Oscar szerint valahol a könyvtárban vannak. Ahhoz, hogy a leggyorsabban oda is, végig kell menned a követségen, a kikötő közelébe. Nem lesz egyszerű séta, de ha ügyes vagy, elkerülheted az őrökkel való találkozást. Legtöbbjük már úgy is részeg a borostyántól. Szóval a feladatunk az nem más, mint hogy minél előbb be kell jutnunk a nagykövetségre. Az erekét pedig a krematóriumba fogjuk megtalálni. Pontosan ott. A krematórium az gyakorlatilag az utolsó pálya lesz ebben a fejezetben. Jaj, na, akkor... F-t és akkor haladjunk. Szépen lassan. Persze közben figyelni az úri embereket, hogy ki merre indul el, jó, te erre fele jössz. Jó, akkor szépen megyünk erre. Nem megyünk neki mindennek. Mert az nem egészséges dolog. Nem láttál semmit. Itt van egy íjász. Úgyhogy őt megvárjuk, hogy elmenjen. Jó, el is ment. Úgyhogy szépen mehetünk itt oldalt tovább. Pedig szépen lepottyanunk. Nagyon lassan, úgy. Nyomunk egy F5-öt, nehogy itt szúrjam el esetlegesen. Azt nézem, hogy itt van-e valami őr, de ott látom, hogy csak arra felem egy úri ember. Úgyhogy akkor szépen mehetünk erre tovább. Érdemes amúgy ezeket a beszélgetéseket meghallgatni, egy azért, mert információkat szerzünk belőle, vagy szerezhetünk belőle. A másik az, hogy ugye két ember általában mindig, amikor beszélget, akkor általában útban van, de hogyha megvárjuk, hogy lebeszéljék azt, amit le kell beszélniük, akkor általában ugye odébb állnak. Na, szépen, lassan, óvatosan itt végig próbálok ugrálni. Ja, és az utolsót nem kéne elszúrni. Nagyon jó. Itt van nekünk kettő darab ilyen kis IAS barátunk. És amúgy ott van egy érme, de azzal nem akarok foglalkozni. Még igazából nem is érme, hanem egy begyűjtött... El is felejtettem mi a neve. Mindegy. Én érmének nevezem. És így szépen most gyorsan elindulunk. Errefele. Head. Holy shit, this damn headache won't go away. It's
pounding away like a new whore's bed on payday. I can't think. Hát igen, sajnos szegény kis koboldunknak nagyon-nagyon fáj a feje. Hey, Cuthbert. I've been waiting for my little delivery a week now. It's coming, be patient. Tomorrow without fail, I'll have the goods. You better, Cuthbert. You better. Fantasztikus, megtaláltuk akkor Cuthbert. Ami annyit tesz, a másodlagos küldetésünk meg is jelent, öld meg Godelbert, szabadulj meg a holttestétől. Fantasztikus. És mivel ez egy mellékküldetés, ezért a játék kegyes hozzánk, ezért hogyha megölöm ezt az úriembert, az nem számít bele végén az értékelésbe, úgyhogy az irgalmat így is úgy is meg fogjuk kapni, hogyha csak őt ölöm meg. Halknesztelen öléssel mondjuk. Here we go. One troublemaker less. I just have to get rid of the body. Do I throw it in the vacuum or do I put it in the closet? Hát én szekrény helyett inkább egy ládát választottam egy célból. De igen, akkor le is dobhattuk volna. Mivel hát nem tudom, hogy megmutassam-e nektek, hogy hol vagyunk. Megmutatom, igazából ráérünk. Hát, já. Jó magasan a felhők felett. Úgyhogy innen nagyot zakúzhat bárki. Na, nyomjunk akkor egy mentést. Akkor szépen lassan haladjunk tovább. Ezt a tengeddel kérlek, köszönöm. Gyorsan ide besonyulunk. Jó. Most ide átjövünk. Négy darab emberkére kell figyelni folyamatosan. Let's see. You never know. Jaj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 
Nagyon közel volt, és ez még mindig nagyon közel van. Úgyhogy gyorsan elhúzunk innen. Nagyon közel volt amúgy. Ez egy épp hogy csak. Ez egy épp hogy csak kategória volt. Ennek körülményén inkább itt megyek. Ezt még egyszer nem szeretném eljátszani. El is felejtettem, igen, hogyha gurulok, akkor az nem számít bele erre ebbe a nesztelen esésbe. Ez ugyanolyan hangos marad, mint volt. Na, úriemberünk, gyere el lefele. Mert én föl szeretnék arra fele menni. Nagy követség felé. Ne nézzel el erre jobbra fele, jó? Menjél szépen balra. Úgy. Nagyon ügyes vagy, nagyon okos vagy. Nagyon jó vagy. Milyen jó, még sose voltál. Na! Jó, az úriember az nagyon jó helyen van. Úgyhogy gyorsan. Menjünk, ameddig lehet. Nem? Oda. Are you ready for troop inspection? It's coming soon. Fuck, I got my weapon so sharp this morning that I cut myself shaving with it. And so you look like a prick just in time for inspection. Well done. Oh, here we go again. Na nézzünk csak körbe. Jobbra senki. Balra egy úriember, ezek ketten meg szépen elindultak felfelé. Akkor szépen megyünk utánuk. Lassan, de biztosan. És majd a vége felé lesz szükségem a borostyánra.
Jó, jaj. És akkor itt mentünk egyet. És akkor ide szépen megállunk. És ez a két úriember szépen oda megáll. Ezt az úriembert meg kell várni, hogy elmenjen arra. Jó, elment. A másik úriembert meg figyelnem kell. Aha, jó. Jó, te ott maradtál. Hajjá, nagyon helyes. És meg kell várnom, amíg elindul. Nagyon jó, mehetünk szépen utána. És akkor nyomunk egy láthatatlanságot. És gyorsan fölmászunk. Ezzel meg is oldottuk gyorsba itt a dolgokat. De most nekem oda kéne valahogyan lepottyannom. Jaj, de nem ennyire. Jó. Ó, az necces. Akkor várnom, amíg az úriember szépen felébred. És elindul. Jó, nagyon jó, nagyon jó. Gyere csak. Jó. Gyorsan törjük fel. Mielőtt megfordulna. És hagyjuk el a területet. Transport office shouldn't be far. If I can get away on an airship, I'm grabbing it. Na, akkor második pálya. Van itt nekünk egy páncéltermünk. Meg is nézzünk. Hogy merre hány méter. Jó. Nem. Igen, a másodlagos feladatunk az az, hogy kifosszuk ezt a páncéltermet. Illetve hogy a fő az, hogy megszerezzük a léghajó menetrendünket. És kérlek szépen benneteket, most a nagykövetségen vagyunk. És igen, a krematórium az majd kicsit később fog következni. Úgyhogy most szépen, megyünk, azt feltörjük ezt a páncéltermet, ami nem annyira egyszerű. Mégiscsak egy páncétemről van szó, főleg úgy, hogyha az ember úgy akarja ezt megcsinálni, hogy közben ne vegyék észre. Na vizsgáljuk csak meg, hogy mi itt a helyzet. Igen, itt van egy úriember. Ez az úriember, ez nagyon-nagyon el van foglalva. Azzal, hogy az iratokat rendezgeti. Jó, megnézzük újra. Illetve tisztogatja a párkányt. Gyorsan kinyitjuk. Gyorsan mentünk egyet. A fenébe. Oké, igaz. Utolsó gyors mentés. Elszúrtam nagyon, mert nem erre megyünk. Tudom már, igen, ja, jól felindultam a legelső alkalomkor. Kicsit össze vagyok zavarodva, igazából azért, mert... igen, erre kell jönnünk, erre lesz a legegyszerűbb. Nem, nincs itt senki, maradjál nyugodtan. Nincs itt senki. Jó. Szóval egy kicsit össze vagyok zavarodva, mert amúgy nincs sok pálya amúgy a játékban. 8 darab fejezet van összesen, és mind a 8 darab fejezet gyakorlatilag 4 darab pályát foglal magában. És ugye összeszámolva gyakorlatilag ez 36 darab pályát jelentene, de amúgy rohadtul nem, mert bizonyos pályák kétszer vannak. Sőt, gyakorlatilag mindegyes pálya kétszer szerepel a játékban. Csak ugye mindegyik pálya egyszer ugye az egyik irányból kell megközelíteni, utána meg visszafelé is kell majd egyszer megközelíteni, és ezért vagyok néha bajba. Mert ugye úgy vannak az emlékeimben, hogy ja,
hogy visszafelé gondolkodok. De ezen az úton gyakorlatilag erre kell jönni.